Jól van, gyere. Gyere ide hozzám. Nala, gyere ide hozzám. Ide hozzám. Gyere ide hozzám. Jól van, okos vagy, jól van. A kutya az ember legjobb barátja. Ezt az állítást igazolja Holdamf Gergő és négylábú kedvencének kapcsolata is. Nala már jó ideje boldogítja középpályásunkat és családját. Nekem nem volt kutyám gyerekkoromban, és a feleségem az, akinek voltak kutyái már előbb is, vagy régebben is gyerekkorában. És amióta mi együtt vagyunk, ő mindig mondta, hogy ő szeretne egy kutyát. Én mondtam az elején, hogy elleneztem, de aztán beadtam a derekamat. Csak az egy kikötésem volt, hogy sárpej ne legyen. Úgyhogy ezért lett sárpej. De mostantól ugyanúgy, mint ahogy az ember a saját gyerekével van, nekem ő a legszebb, legokosabb. Bár a legokosabb jelzi, az nem biztos, hogy illeti, de hogy a legszebb, az biztos. És persze eleven is. Nala valósággal sziporkázott a Szimba pataknál. Milyen élményparkba hoztunk téged? Szeretünk új dolgokat kipróbálni, és ez vonatkozik erre is, hogy azért ne az legyen, hogy mindig ugyanarra a helyszínre visszük sétálni, úgyhogy azért is ez egy nagyon jó tipp, mert fürdeni szeret, mert Szombathely mellett volt egy ilyen víztározó, és ott a kutyáknak volt külön kialakítva egy ilyen kis strandrész, és ott nagyon szeretett. Mondjuk az elején ölbe vittem be kétszer, de utána már örömmel futott be egyedül, és élvezte a fürdést. De most is, ahogy láttátok, szereti így a vizet, úgyhogy nem tudom, hogy itt a környéken van-e olyan lehetőség, ahol tudna rendesen fürdeni, de majd utána járok. Nala természetesen már a kezdetektől rengeteg figyelmet kap a gazdiktól. Látszik is, hogy jól nevelt. Jártunk vele az elején kutyaiskolába, de azon kívül nagyon nem volt különösebb tanítás neki, amit mi otthon szerettünk volna. Ami a legfontosabb, hogy hallgasson arra, hogyha szólunk neki, akkor jöjjön vissza, mert én szeretem póráz nélkül sétáltatni, nyilván amikor van rá lehetőség. Akkor én így szeretem, mert nekem is kényelmesen, meg ő is így szabadon van, és akkor azt megtanultam már gyerekkorában, hogy ha erélyesebben szólok rá, vagy füttyentek, akkor jön, úgyhogy ez a legfontosabb szerintem. Egy biztos, hogy mind a gazdi, mind házi kedvencen nagyon jól érezték magukat az új helyszínen. Miskolc-Tapolca irányába, hogy megyünk ki, ott a fürdő előtt van egy ilyen kis balra-jobbra ilyen kis füves terület, és közt egy ilyen sétány, addig oda szoktunk kimenni esténként a családdal, és de ez most egy új helyszín, ahova úgy látom, hogy nagyon szívesen fogunk visszajárni. Holdamf Gergő érkezését még júniusban jelentette be a DVTK. Középpályásunk szinte azonnal igent mondott a hívószóra. Az elmúlt 3,5 év az úgy gondolom, hogy ugye az első fél évben a Halival kiestünk az NB1-ből, de amikor ott voltam, akkor ugye abban a fél évben negyedikek voltunk a tabellán, úgyhogy egy jó időszaknak mondható. Kiesés ellenére, viszont utána volt egy nehéz időszak, amikor a kiesésszele is megcsapott minket, viszont az utána lévő időszak az nagyon jól sikerült, úgy gondolom. Jól is éreztem magam Szombathelyen, viszont amikor megtudtam, hogy van érdeklődés a DVTK-tól, akkor a edzseremmel is és a családdal is átbeszélve egyértelmű volt, hogy idejövünk, mert itt látom azt, hogy minden adott, minden feltétel adott ahhoz, hogy minél előbb első osztályokat legyünk. Viszont nem csak a körülmények miatt örül annak, hogy meghozta ezt a döntést, hanem a szurkolók is megmutatták, hogy érdemes volt a DVTK családhoz csatlakoznia. Korábbi csapattársam Németh Milu mondta, hogy az nagy szó, hogy van érdeklődés Miskolcra, mert nem mindenkit hívnak, illetve hogy itt aztán tényleg fotistának érzi magát az ember. Úgyhogy csak jót hallottam a táborról, és hidegrázós érzés volt, amikor kimentünk a pályási jófokon, és megláttam, hogy ugyan a vendégszektor nem olyan nagy, hogy nem tudom hány ember beféljen, de hogy tele volt, és nagyon csodás hangulatot teremtettek. Nem volt nehéz számára a beilleszkedés sem, hiszen több ismerős arccal is találkozott, amikor ide érkezett. Nyilván mindig ez azért szokott nehézségeket okozni, hogyha sok új játékos alkotja az öltözőt, de nagyon családiasnak mondhatom a környezetet, és már az elején kaptam
olyan jóleső segítséget a csapatkapitányunktól, ami még nem voltam itt, de arra sarkalt, hogy itt jól fogom magam érezni, és ez be így bizonyosodott, mindenki nyitott az öltözőbe, és napról napra azt érzem, hogy jobban összekovácsolódom. És reméli, hogy ez az összhang a feljutáshoz vezeti majd a csapatot. Azért is vagyok itt, mert tisztában voltam azzal, hogy mi a célja a klubnak, és most bizakodó vagyok, hogy ha részese vagyok egy olyan csapatnak, ami feljut az első osztályba, akkor azt meg fogják becsülni, és azzal a közeggel tudok tovább harcolni az NB1-ben is.